Nagy Lajos Amurt fárasztotta az előző pillanatokban. Ilyen és ehhez hasonló élményekkel gazdagodhattak azok a horgászok, akik elindultak az első Teti David Kerb Team Feeder Kupa versenyen, mely az ötös tavon volt május első vasárnapján. Hagyományteremtő céllal indultak neki ennek a versenynek a szervezők, tudtuk meg Szabó Lajos tógazdától. A mai napon a Teti David Horgász Egyesület szervezésébe kerül első alkalommal megrendezésre egy feeder verseny, egy egyéni egybotos feeder verseny, 32 csapat, 32 fő nevezett erre a versenyre. Bízunk a sikeres fogásba, mert a tavat elég jól betelepítettük nekik, idén már egy másfél hónap alatt 32 mázsa halat sikerült telepítenünk bele, direkt rákészültünk erre a versenyre, rá dolgoztunk elég sokat, hogy a normális körülményeket tudjunk biztosítani a verseny lebonyolításához. Hát eddig úgy néz ki, hogy elég jól elindult a verseny, bízunk a jó fogásokba, így ahogy hallottam, már fogdostak egy pár darab halat, majd meglátjuk, hogy milyenek. A reggeli gyülekező után először a helyek kihúzására került sor, ahol mindenki etetőanyagot és pelletet kapott ajándékba. Majd ezután a versenyzők elfoglalták a horgászhelyeket, így megkezdődhetett a kipakolás és a horgászat. A versenyre igen széles körből érkeztek Püspökladányba a horgászok. A versenyzők hál' Istennek az ország több pontjáról érkeztek, legtávolabbi pont az, ha jól tudom, Felső-Tárkány, de Borsodból, Mezőkövesről is jöttek, Debrecen környékéről jöttek, leginkább Hajdú-Samson, hát van, aki elég sokat utazott. Nagyon népszerű az ötös tó, hiszen nagyon jó a víz halállománya, kapitális méretű pontyokat és harcsákat foghatnak az ide érkező horgászok. Igaz, nagyon sok tényező befolyásolja a halak étvágyát, így kellő türelem és némi idő szükséges lehet egy-egy nagyobb példány megakasztására. Szabó Lajostól riporterünk az idei évre tervezett versenyekről kérdezett. Versenynaptárunk most így az évelején már elég sűrű, már mi kezdtünk egy nagy halfogó versennyel, ami csak a tagjaink számára volt, az is elég jól sikerült, hála jó Istennek, most van ez a versenyünk. Kiadjuk a tavat más szervezeteknek és egyesületeknek, és majd most 6-án lesz egy ilyen vasutas horgászverseny, a MÁV-nak egy alvállalata, utána lesz a pünkösdi versenyünk, az arra is nevezhetett mindenki, már a nevezés megtörtént, nagyon sok csapat neve jelentkezett, az egy nagyon jó verseny szokott lenni, hát bízunk benne, hogy most is jó fog sikerülni. A Debreceni Horgász Egyesület elnökétől megtudta televíziónk, hogy megpróbálnak olyan tavakat célba venni versenyszervezés szempontjából, ahol igen eredményes munka és horgászat folyik. A szervezésbe úgy kapcsolódtunk be, hogy megismertük ezt a tavat, hallottuk a hírét, hogy nagyon jó a víznek a halállománya, gondos tógazdája van a tónak, és felfigyeltünk erre, mert mi versenyeket szoktunk szervezni, bojis versenyeket elsősorban, de mi a Hajdúbiában rengeteg a féderhorgász, ezért ezt a tavat néztük ki, és olyan tavakat részesültünk előbe, ami inkább egyesületi víz, és látjuk, hogy az elnökség, a vezetőség olyan hozzámentalitást ad a tónak, hogy nem csak elvitelre van, hanem a sporthorgászok is szeressék ezt a tavat, hogy nem csak mindenki elviszi a halak, hanem aki szereti fogni is. És úgy látom ebbe a tóba, hogy dominál jobban ez a tendencia. Mi ilyen Hajdúbiak vagyunk, Debrecenben a horgászbolt, az egyesület, és mi próbáljuk a debrecenekkel megismertetni a különböző tavakat, de csak olyan tavakra próbálunk központosítani, oda vinni a horgászokat, ahol van is értelme, ahol látjuk a fejlődést, új arculata van a tónak, és próbálnak a jövőben nézni, pedig lemaradni a régi szokásoknál. Próbáltunk a nevezésekkel, 8000 forint volt a nevezés, ebben benne van a tóbérlet, próbáljuk az egyesületet támogatni a nevezési díjakkal, és rengeteg szponzorunk van, aki a bojis versenyek hatására is a fédert is támogatja, mert rengeteg olyan termék van a bojis horgászatban, amit a féderezők is szívesen használnak, és rengeteg olyan támogatónk van, aki szívesen támogatja ezt a versenyt, mert mi adunk is a támogatásért, szóval mi be is mutatjuk a termékeit, és elég szép díjakat ajánlottak fel, körülbelül egy ilyen készpénz is kapnak a horgászok az első három díjazásban, és
rengeteg, 200-250 ezer forint értékű ajándékot kap, az első 6 helyezett lesz díjazva. A horgászat népszerűsége az egész világon évről évre felfelé ívelő tendenciát mutat, ezt a horgászok számának folyamatos növekedése igazolja. A feeder botos horgászat a finom szerelékes technikák között hazánkban messze a legnépszerűbb. A magyar horgász kultúrába könnyen és gyorsan beilleszkedett, hiszen nagyon hasonlít a hagyományos fenekező módszerhez, de annál lényegesen hatékonyabb. Általában is most felkapott a bojlis, meg a feeder technika. A bojlizás az inkább egy 3-4-5 napos horgászatra, összpontosul inkább, az inkább több időt. A feeder meg az inkább gyorsabb peca, egy ilyen egynapos, hogy meglegyen az élmény a horgásznak, egy finomabb szerelékkel, finomabb szereléssel próbálják megfogni minél rövidebb idő alatt a halat. Én elég régóta a horgász voltam, mert azt hiszem 95 óta, és azelőtt nagy teleszkópos botok voltak a divat, az üvegbotok, és szerintem egy olyan 8-10 éve nagy lendületet vett ez a feeder technika, de kimondottan 4-5 éve kezdett el, hogy szinte a botoknak a 80%-a szinte csak bojlis meg feeder volt, és szerintem egy olyan 5 éve nagyon nagy tendenciát mutat ez a feeder horgászat. Az ötös tó alkalmas akár egész napos kikapcsolódásra, hiszen rendezett, szép parkos környezetben várja a horgászokat és a hozzátartozóikat, illetve minden kirándulni vágyót, akár csak egy sétára. Illés Attilától megtudtuk, érdemes kihasználni városunk adottságait, illetve azt is, hogy Debrecen környékén egyre kevesebb lehetőségük van a sport szerelmeseinek, hiszen sok utazással érhetők el igazán jól horgászható vizek. Ez a rohanó világ, ez az a baj, most sajnos, hogy mindenki a pénz után megy, minden nehéz a megélhetés, és szerintem hiányzik az embereknek egy kis kikapcsolódás, és ez a horgászat, ez a kikapcsolódás egyik legjobb, szerintem egyik legjobb a időtöltés, friss levegő van az ember. Én próbálom ezt mindig mondani, hogy aki horgász, és gyereket, hogy van gyereke, nyugodtan vigye ki, próbálja hozzászoktatni, mert egyre kevesebb a gyerek. Meg lehet nézni például a Tiszatón, úgy vezetőség van, és ott is például a Tiszató környékén, az iskolákban, általános iskolákban bevezették a tanórába a horgászatot. Én azt ajánlom itt most Püspökladánynak is, mert nagyon szép üzem van, mert ott van Debrecen például, a keleti van legközelebb a látókép, és ahhoz az emberekhez nagyon kevés a vízállomány, és rengeteg kiszáradt a szárazság miatt, a fancsikai tavak. Itt Ladányban azért van, mondta itt a alpolgármester úr, hogy 10 tó van, vagy 11 tó van, és ez egy nagyon, nagyon hálás dolog itt Ladánynak. A Püspökladányi Sporthorgász Egyesület elnökét Márkus Gábort kérdeztük, aki elmondta, nagyon örül az efféle újításoknak, továbbá azt is megtudtuk, milyen fejlesztések voltak az év elején az ötös tó környékén. A város életében egy-egy ilyen rendezvény, most legyen az most horgászverseny, van nyilván erről van szó, de bármilyen rendezvény, az a város hírnevét viszi. Na most horgászok, mi is azt gondoltuk, itt voltak támogatók hozzá, a közösség összefogott, hogy legyen egy olyan horgászverseny, ami még nem volt Püspökladányban. Ez egy nagyon érdekes úgynevezett feeder kupa verseny, ez egy speciális horgászati módszer, a feeder botos horgászat, és nyilvánvalóan azt szeretnénk mi is, hogy egyrészt a Horgász Egyesület nevét, az ötös tó nevét vinnék, de Püspökladány mindenképpen szerepel benne, tehát Püspökladány városa is hadd szerepeljen. A horgászok pedig, horgászok életében, hát egyrészt aki benevezett, van egy pár Püspökladány, aki versenyez, másrészt még a tagok, gondolom, hogy ellátogatnak, vagy vannak is, már láttam közülük egy párat, tehát kijönnek, megnézik, hát ha találnak valami olyan módszert, ami majd a későbbiekben hasznos lesz. Tehát ez egy, itt ezen a tavon nem szokás ezzel a módszerrel horgászni. Szoktunk, persze én is szoktam, de inkább másfajta bojlis horgászat megy. Ez egy külön finom szerelékes horgászat, mondjuk úgy mondhatjuk. Szokták mondani, hogy új seprű, jó seper, de az az igazság, hogy ugyanúgy, mint a Horgász Egyesület életében, mikor én 2006-ban elnök lettem, azért egy folyamatosság. Tehát egy jól előkészített, ahogy a szántóföldön talajt előkészítik, jól előkészített egyesület volt, tehát lényegében tovább kellett vinni. A mai kor, vagyis hát a újabb dolgoknak megfelelni, ez volt az egyesület életében. A ötös tónál pedig hát a váltás az azért történt, mert az előző dolg, azzal nem tudta ezt tovább csinálni munkája miatt, viszont itt is egy jól előkészített dolog volt, hiszen 7-8 éve kezdődött el az a gondoskodás,
gazdálkodása hallal, hogy így mondjam, hogy itt most már kapitális példányokat lehet fogni, tehát ennek jó hosszú előkészítő folyamata volt, itt tilalom lett bevezetve, hogy bizonyos centi fölött nem lehet elvinni, azért vannak benne 16-18 kilós halak, még 19 is van talán, mert ezeket a halakat visszahelyezik a horgászok, tehát úgynevezett sporthorgászok veszik igénybe ilyen szempontból. Persze aztán vannak olyan méretű halak, amit, mint ahogy szeretjük a halat, én is szeretem, tehát azért, ha fogunk, akkor szoktuk hazavinni. Na most az új tógazda, hogy mondjam, hivatalba lépett, már ott a választás alkalmával elmondta terveit, ott jó szívvel fogadták a tóközösség tagjai, és már itt útjavítás volt az ott a most az téli időszakban, hogy ebben lehet látni, hogy minden időben járható út van. Két helyen kerítést húztak ki, a nagykapu lesz rátéve, mert bizonyos szempontból védeni kell. Egyrészt mint horgászegyesület védjük, másrészt megvédjük, mert a városé ez a vagyon, mert ez egy vagyon egyébként, vagyon, a jóléti tavak, és a várostól mi nem örökbe kaptuk a horgászegyesületek, hanem használatra kaptuk, és megpróbálunk megfelelni annak a szerződésnek, hogy jó gazda módjára viseljük a sorsát a tónak. Itt aztán vannak még olyan tervek, hogy lesz itt egy, ahol most itt állunk ezen a placon, ahogy fel van állítva egy sátor, itt szeretnénk egy fix ilyen filagóriát felépíteni, aztán idővel meg talán le tudjuk cserélni ezt a lakókocsit is egy valamilyen könnyű szerkezetes épületre, ennek majd a folyamata most van, tehát ez építés engedélyköteles, tehát ezt rendesen hatósági oldalon körbe kell járni, mert ugye itt éjjel-nappal őrzés van, napi egy kiadás, itt aki őrzi a tavat, a tagokból kerül ki az őr természetesen, aznak azért olyan feltételeket kell biztosítani, hogy azt mondhatom, hogy télen-nyáron itt tudjon lenni. Az első FIDER versenyre számos településről érkeztek horgászok, voltak, akik igen sokat utaztak egy-egy nagy hal reményében. Az ide érkező pecások elmondták a tónak nagyon jó a híre, és azt is megtudtuk, hogy hogyan próbálkoznak számukra ismeretlen vizeken. Honnan értesült a mai versenyről? Hát az Attila barátom hívott meg, és itt nagy örömmel eljöttünk. Milyen tapasztalatai vannak a mai napon? Hát igazából még elég kevés. Egy darab pontyot sikerült fognom, egy kapásom volt, egy olyan 2 kilós hal, és tulajdonképpen ennyi, teljesen ismeretlen a víz számomra, úgyhogy csak a meglévő tapasztalatokra alapozhatok meg, amit itt a helyi emberektől hallunk. Csináltam egy etetést, egy pontos etetést, azon megpróbálok majd később horgászni, előtte pedig ilyen kereső horgászat metóddal. És ez tűnik egyelőre járható útnak, mivel hogy semmi információ más nem áll a rendelkezésemre. Mennyire népszerű ön számára a FIDER horgászat? Milyen gyakran használja ezt a technikát? Hát elég sűrűn használom, elég sűrűn horgászok vele, de egyébként pontra minden módszerrel horgászok, bojlival, úszóssal, rakóssal, mindennel. Tehát ez egy a sok közül. De szeretem, szerintem viszont a horgászok körében egyik legnépszerűbb. Hát igazából én a nagyhalas pályát szeretem, tehát ahol inkább gondolkozni kell, mint dolgozni, úgyhogy ezeket a pályákat részesítem előnybe. Mondjuk harsány, vagy hasonló olyan dolgok, olyan pályák, ahol jó nagy halakat lehet fogni. Mondjuk ott azért dolgozni is kell, hozzáteszem, ami nem mindig sikerül, de igazából ezeket a nagyobb halas pályákat szeretem. Mióta horgászik, és milyen eredményei vannak, mit lehetne kiemelni? Hát gyerekkorom óta, tulajdonképpen 46 éve, hogy úgy mondjam, 4 éves koromtól. Hát eredmények? Hát pontfogó bajnoki cím, Aldorado szuperkupán, palotás kupán, 3. hely, legnagyobb hal, nagyon sok versenygyőzelem, de ugyanúgy fiaskó is, tehát mind mindenkinek. Azt gondolom, hogy ez a sport azért szép, mert nem tudjuk előre a kimenetelt. Tehát itt bárki, itt nem lehet elszalva senki attól, hogy most ő úgy gondolja, lehet, hogy egy pillanat alatt megfordul a gondolatmenete, és nem sikerül semmi. Mennyire kedvelt technika az ön számára a féderezés? Hát én kimondottan csak féderezek, úgyhogy nagyon kedvelem ezt a féder felszereléseit pecázni. Eleinte bojliztam én is pontyozóbot, de körülbelül vagy 8-10 éve féderezek állandóan.
Nagyon jó. Járta már itt nálunk Püspökladányban, vagy itt konkrétan az ötös tavon? Hát konkrétan az ötös tavon, tegnap voltam abban a nagy esőben tesztelni, de sajnos tegnap se nagyon mentek a halak, most meg egyáltalán nem veszik. Milyen technikát alkalmaz ilyenkor, mikor ismeretlen vízre jön horgászni? Hát a pelletezés megy, meg a pelletnek majdnem minden módszerét ki kell próbálni, meg megpróbáljuk az élőcsalit is. Most jelenleg is élőcsali van benne, sajnos nem megy rá. Mit vár a mai naptól? Hát reménykedünk benne, míg le nem fújják a versenyt, addig bizalom van. Reméljük, hogy valami jó eredményt érünk el. Verma Egyet is volt egy verseny, amin első helyezést értem el. Ott 26 kiló 45 dekával lettem első, 9 darab pontjal. Hát remélem, hogy itt egyet fogok, de az becsületes lesz. Milyen gyakran horgászik egyébként, és hova jár leginkább? Minden hétvégén. És hova jár leginkább? Hova járunk? Hát ez Nagyhegyestő, Hármas Hegyitó, Ohat, Verbatanya, minden, ami csak a közelünkben van, azt mi megkeressük, mert egy kis csapatunk van, tehát akik járunk így baráti találkozóként, versenyt rendezünk, és megyünk sorba. Honnan értesült a mai versenyről? A Tati Horgászboltból Attiláékon keresztül, tehát interneten tudtam meg ezt, hogy lesz, és a kollégám Malamoda van, Misi, úgyhogy beneveztünk. Milyen tapasztalatai vannak a Püspökladányi ötöstóval? Jártam már itt korábban? Jártam, igen, próbáltunk tesztelgetni, de jó, jó, lehet fogdosni. Milyen eredmények születtek a teszt alkalmával? 6, 9, mikor mennyi? Mennyire kedvelt technika számára ez a féder? Nagyon, nagyon, nagyon kedvelt. Milyen gyakran horgászik egyébként, és mennyire gyakran használja ezt a technikát? Heti szinten. Milyen csalit próbál a mai nap folyamán? Vannak-e bevált módszerek? Nincs, ezen a vizen nincs. Változó. Egy csalit egyszer húz el, pellet, tengerét, mikor, mi kell neki, próbálkozni kell. Mennyire kedvelt technika önök számára a féderezés, milyen gyakran használják ezt a technikát? Ha tehetjük, akkor a boil is, illetve a féder módszert válasszuk. Ezekkel tudunk eredményesek lenni. Én úgy gondolom, hogy a mai rohanó világban a féderbot egy olyan eszköz arra az eredményes halfogásra, amivel megfelelően ki tudunk ugye kapcsolódni a hétvégére, és ugye eredményt tudunk felmutatni. Milyen csalit, milyen módszert használnak a mai napon? Mivel kezdték a mai napon? A versenyszabályzata egy nagyon tág palettát enged meg a csalik tekintetében. Ez az apró magoktól kezdve a pici mini boilikig, pelletekig, illetve az élőanyagok alkalmazása. Ezeket mi felváltva variáljuk, és keressük azt az optimális csalit, amivel meg lehet fogni a halakat. Jártak-e már itt nálunk a Püspökladányban az ötös tavon? Milyen tapasztalataik vannak ezzel a tóval? Voltunk már itt előzetesen, ugye a verseny előtt teszthorgászatokon vettünk részt itt a tavon, amik nagyon eredményesen sikerültek, több 10 kiló fölötti pontot fogtunk, és nagyon megtetszett a tó, mindenkinek tudom ajánlani. Milyen gyakran horgászik egyébként? Két hetente egyszer, vagy hetente egyszer. Melyek azok a helyek, ahova legszívesebben jár, és hova jár igazán gyakran? Én horgáztam nagyon sokat a látóképi tavon is, illetve Fancsikán, de azt most sajnos úgy néz ki, hogy kiszáradt, tehát nem adtak ki napi jegyet. Hogyha úgy nagyobb halat akarunk fogni, akkor a Pródi horgásztavakra megyünk. És mindig ezzel a technikával horgászik, vagy van-e másik kedvelt technikája? Igen, a Pródon az főleg bojl és víz, tehát ott bojlival szoktunk horgászni. Ott már több nagy halat fogtam, remélem itt is jön majd egy. Honnan értesült a mai versenyről? Hát az egyik kollégámmal vagyunk itt lent, ő Eger mellő van, és akkor ő interneten keresztül látta ezt a versenykírást, aztán próbáljuk meg ezt a részt is, mert ugye erre nem nagyon szoktunk járni versenyekre, inkább az a rész, inkább Nógrád, Borsod, Heves, azt a részt járjuk. Azt lejöttünk ide megpróbálni, hát most még eddig eredmények nem nagyon voltak, de bízunk benne. Jártak már itt nálunk Püspökladányban? Nem, most vagyunk először. Hogyan horgásznak egy olyan vízen, amit még nem ismernek? Milyen technikát alkalmaznak?
Hát általában ezt a féderes rezgős picces módszert használjuk, ugye, majdnem minden versenyen. Megvannak különböző versenykiírások, hogy mit lehet használni. Általában a metódtechnikát alkalmazzuk előnybe, most itt per pillanat nem működik. Milyen csalival próbálkozik most jelen pillanatban? Hú, itt már minden volt próbálva. Tehát az elmúlt 4 óra, amit adott, azt itt ilyenkor végig próbáljuk. Az élőanyagtól kezdve a lebegő pelletekig. De most egyelőre nem működik, nem esznek hala. Mit vár a mai naptól? Hát egy dobogós eredmény jó lett volna, de szerintem ez így nem fog működni, ha esetleg a halak meg nem változtatják az étrendjüket, de bízunk benne, hogy valami lesz belőle. Helybeliek is képviseltették magukat ezen a verőfényes tavaszi napon, akiktől megtudtuk, nagyban befolyásolja a halak mozgását és étvágyát is a front. Milyen a technikát alkalmaz a mai napon? Hát ilyen édes etetőanyagot próbáltam összekeverni, ilyen eprest, és egy kis sílóanyaggal kevertem össze. Próbáltam egy intenzív etetést csinálni, 8-10 gombócot kosárra bedobtam, Csalin meg ilyen furkukorica hungaroszerrel lebegtetve, és eddig 2 hal jött róla, egy elment, egy amúl és egy ponty. Mennyire kedvelt technika az ön számára ez a féder, milyen gyakran használja ezt? Hát sajnos nagyon régen forgáztam féder, ott a boris versenyt szoktunk általában járni. Megmondom őszintén, 7 éve nem forgáztam féder, ott a horgászat nem áll messze tőlem. Ezt is ki kell próbálni, itt a kihívás, próbás technikákat lehet gyakorolni. Egy jó bot kell hozzá, és akkor lehet nagyobb távolságra is. Meg hát tényleg ez egy más technika, mint a bojlizás, hogy erősebb botokkal. Egyébként milyen gyakran horgászik, és mennyire gyakran horgászik itt az ötös tavon? Milyen tapasztalatai vannak itt? Mi volt a legnagyobb, amit itt fogod? Részt tudtam venni mindig ezek a 2 napos horgászversenyeken, pünkös augusztus 20-án. Hát általában mindig fogunk. Van egy olyan drasztikus, ennek a tónak a front érzékenységét veszi észre, azt vettük észre, hogy akkor nem eszik a hal. Általában akkor bele is nyúlunk, de általában mindig fogunk, azért sok nagytestű hal van benne. Ilyen 30 darab, ilyen 10 feletti. Sok nagy halat lehet benne fogni. Milyen gyakran jár ki az ötös tóra, és milyen tapasztalatai vannak? Hát szeretek itt horgászni egyébként, mert éjszakai horgász vagyok, ugye, akkor érek rá, mindig fogok. Most még nem sikerül, de bízom benne. Mennyire kedvelt technika ön számára ez a féder? Leginkább mit használ egyébként? Bojlis felszerelést, vagy a féder? Hát fégyeres felszerelést csak. Csak fégyerest. Nem vagyok egy bojlis horgász. Milyen gyakran horgászik egyébként? Hetente egyszer, péntek este szoktam általában kijönni. Milyen csalit használ most? Van-e valami bevált tapasztalata? Igazából most nehéz kitalálni, hogy mit alkalmazzunk, de általában saját csalimat használom. Milyen csalival próbálkozom? Mai napon inkább a csali meg az etetőanyag volt a hangsúly. Hát az etetőanyagom az ilyen halas jellegű. A csali az változatos, tehát azt mindig váltogatom csemege, peletek, ilyenekkel, tehát semmi extra nincs benne. Milyen? Most is azzal fogtam, tehát csonti csemegével fogtam ezt az egy kis potyeszt is. Volt még egy kapcsim, de az sajnos meg se akadt, sőt, csalit levette úgy, hogy az nullásra sikerült, de hát bízok még benne, hogy lesz mai nap folyamán. Milyen gyakran horgászol egyébként, és milyen tapasztalatod van ezen az ötös tavon? Az ötös tót én nagyon szeretem, mert a környéken a legjobb tó, tehát hal szempontjából, akár ha az ember konyhára horgászik, vagy ha éppen sportszerűen jön ki, tehát nagy halat fogni. Nagyon szép nagy halak vannak benne, elég jó az állománya, úgyhogy hát amikor csak időm van, akkor kijövök. Nem, olyan sűrűn nem tudok kijönni a munkám miatt, de azért hétvégente általában itt szoktam menni. Mit vársz a mai naptól? Hát a mai naptól mit várok? Hát mint minden más versenyző nyilván.
Tehát az első hatban mindenféleképpen benne kellene lenni. Hát, hogy majd mit hoz a sors, vagy mit hoz a délután, azt még nem tudom. Most igazából nem eszik a hal, de bízunk benne, hogy azért még egy pár darabot sikerül kiszedni a vízből. Mennyire kedvelt technika számodra ez a féderezés? Hát szoktam féderezni, és elég jó bevált módszer. Milyen technikát alkalmazol, milyen csalival próbálod a mai napon ide vonzani a halakat? Hát én próbálom pelettel, gilisztával, kukoricával, felváltva. Milyen gyakran jársz ki ide horgászni, milyen tapasztalataid vannak ezen a tavon? Hát én 2 éve itt horgászok, elég sűrű járok ki, és jó tapasztalataim vannak. Mi volt a legnagyobb, amit itt fogtál? 13 kg 60 deka. Elég sűrűn horgászok a feederre, de elég jó tapasztalat pálna ezen a tavon. Azért elég jó a halállomány is, meg a 10 kg fölötti halakat is ki szoktuk fogni. Milyen gyakran horgászol, és milyen gyakran jársz ki ide az ötös túra? Hát szinte hetente 4-5-ször, azért elég sűrűn kim vagyok. Jelen pillanatban milyen csalit alkalmazol? Hát próbálnám a pop-up pelletet, ami lebeg, meg még a élő csalit. Giliszta. Giliszta a csonti, de ha most nem sok sikerrel. Mennyire kedvelt számodra ez a féder technika? Egyébként milyen technikákat szoktál még alkalmazni? Hát szeretek féderezni, mert tényleg, hogy jobban meg lehet fogni a halat, de a bojlizás se áll távol tőlem. Azért, hogy bojlizni is szoktunk. Csak ott ki kell várni a kapást. Milyen tapasztalataid vannak ezen a tavon? Mi volt a legnagyobb, amit eddig fogtál? Hát a legnagyobb az 14-361 kg. Egy szép töves, ami úgy a pünkösdi, hát 2 éve a pünkösdi verseny, ott úgy az volt a legnagyobb. Milyen gyakran veszel részt a versenyeken itt az ötös tavon? Hát szinte minden versenyen részt szoktam venni. Szerintem nincs is, nem volt semmi, és volt olyan tényleg, amelyeken nem vettem a részt. Mit vesz a mai naptól? Hát nem sok sikert. Azért, mert tényleg, hogy egyszerűen nem nagyon, még egy kapása volt most. Szerintem ez a meleg front miatt most, mert tegnap azért csak borús esős idő volt, most az a meleg front szerintem leállította a kaphalakat, az étvágyát. Azért ez nem nagyon van kapás. Gyorsan eltelt ez a verseny, de a front és a változékony időjárás hatására igen gyér lett a napi termés. A verseny során 2 szektorra lettek osztva a versenyzők, akiket a nap végén összesítettek és kihirdették az első 6 helyezettet, és külön díjat kapott a legnagyobb halat kifogó versenyző.